Na jó reggelt kívánok mindenkinek. Június 4-én kedreggel Velvet Garden City-val. Egy felhős, de enyhe reggelünk van. Szép üdelet néz ki, hogy nem esett eső. Úgyhogy ez teljesen rendben van. Úgy látom, hogy ilyen anyagmozgatós téma van, ilyen grabberrel, villával, stb. Ásni majd, hát esetleg talán csak van, hogy keskeny átlat kell, ami összeszedi a csatornákat a ház előtt, és kiviszi egy főgyűjtőbe. De hát az nem olyan nagyon sok, vagy én csinálom, vagy a másik gép. Nem tudom. Igazából mindegy is. Úgyhogy ezen a héten leszek itt, pénteken van az utolsó napom. Ez egy jó hét lesz. Akkor ez a Billy gyerek, ez a művezet, aki itt van, ez egy nagyon fasz a srác. Szeretek vele dolgozni. Egy hónap ezelőtt is már jó volt itt. Nagyon jó gyerek. Úgyhogy tényleg egy szava nem lehet rá. Ja, egy jó hely ez. Igazából egy jó hely ez. Kérem szépen. Mondom, ki kell szolgálni a köműveseket, vinni kell nekik a maltert, téglát, blokkot, homokot. Jó, teljesen rendben. Szerintem. Na jó. De most megpróbálok egy olyan dolgot, amit még soha nem próbáltam. De hát, hogy sikerül. Ezeknek, a zsákoknak van egy ilyen tabonca emelő füle. Ez itt. Vagy sikerül belefűzni, vagy nem mi. Vagy sikerül, vagy nem. Szokták tarroncával emelni, igazából ez lenne tarronc emelő fül. Szerintem sikerült. Szerintem benne vagyok. Igen, az egyiket nem is ér végig, az elég. Thank you.
azért, most azért porzik ez a, az anyag, amit oda viszed ebben zsákba nekik, mert ebben össze van már keverve a cement és a homok. Tehát ehhez csak vizet ad és kész a malter. Na most ahhoz, hogy mivel ez egy ilyen zsákban van, hogy a légnedvességtől ne álljon össze, belül van egy fólia a zsák, hogy ne, a víztől megóvja. Tehát úgy néz ki, hogy ebben a zsákban, ebben a, hát ebben a szövött zsákban, műanyag szövett zsákban van még egy fólia burkolat, abban van benne ez a cement homok keverék, és azért porzik ez, mert a cement is benne van. Én nézem, mondom, milyen anyag ez, hogy ennyire porzik? Hát azért, mert a cement egyben van vele, nem kell már cementet tenni bele. Vizet hozzá, de azt annyi. Ja. Dolgot elmondanék az itteni csatornási rendszerekről. Hát általában ugye vagy ilyen műanyag csövet raknak, ezt a barna plasztik csövet, vagy agyott csövet. Ritka a betoncső, nagy átmérőnél szokták rakni, de olyan 300-asig, már láttam már 400-ast is agyott csőből, általában az az általánosabb. Vékony csövetnél, mert ez a műanyag cső. Az akrakamrák, azok szemben a magyarországi 1 méter átmérőjű, majd 80 centire leszűkített betongyűrű aknáknál, azok a kamrák, amik ott vannak, azok a kicsik. Van kétféle méret, az, ami egymás tetején van kettő, az a kisebbik, és van ott egy nagyobbik, amelyiknek így kibővül egy kicsit a teteje. Ezekben ki vannak alakítva a folyás irányok és a rácsatlakozó lehetőségek. Ott le vannak dugózva, ahonnan az rácsatlakozó kiütik a dugót, rácsatlakoznak, és megvan adva a folyás irány, stb. Ezeket az aknákat, ezekkel a bordázott henger alakú betétekkel építik fel. Tehát ez jön rá egész addig a magasságig, amíg a földszint el nem ér, és mellette van az a négyszörletes aklafedlap, az megy a tetejére. Tehát ezek általában egy ilyen belsark, meg de soha nem mélyek egyébként, nagyon ritka az egy méternél mélyebb. Hát két méterig még előfordul, de annál mélyebbre semmiképpen.
Ha nagyon mély aknák vannak, akkor betongyűrűből építik fel, mint akár úgy is, hogy berakna egy ilyen folyás, vagy egy ilyen pici folyás meneket, mint ami ott van, arra rácsatlakozol a csövekkel, bebetonozzák körülötte egy olyan 1 méter 40 centi átmérőre, és 1 méter 20 centis betongyűrűkkel szűkítő nélkül felviszik az útszintre vagy a talajszintre. Tehát a mély aknák azok sokkal nagyobbak, mint ami Magyarországon van, 1 méter 20 átmérőjű, de a folyás fenék az akár lehet olyan is, vagy kialakítják, összehozzák, esetleg ilyen nagyon gány módon szokták összehozni agyarcsövekből, össze-vissza vágják az agyarcsöveket, és ilyen nagyon pusztustalan folyásfeneket, tehát úgynevezett künetet szoktak alakítani belőle, hát mondjuk ne forszírozzuk, hogy néznek ki. Mindegy. Lényeg az, hogy a nagyon mély aknák azok nagy átmérő, 120-as. Itt a 100-as aknák meg ilyen legyszűkítem, 80 centire nem játszik. Na most a nagy aknáknak a fednap hézagolását azon ott olyan gyűrűkkel csinálják meg, mint ott van. Általában van egy úgynevezett a 120-as átmérő akna, amikor fel van építve, akkor van rajta egy ilyen úgynevezett biszkvit, keksznek hívják, hát a keksz az egy ilyen tárcsa. Egy ilyen fedlap, ami most itt olyat nem látok olyat. Általában egy betontárcsa, ami lezárja a 120 átmérő aknát. Van rajta egy négyzetalkú nyílás, ami kismedő téglákkal, úgymond nyaktag van rajta, ami kismedő téglákkal felépítenek az útszintjéig, és amire a kismedő téglákkal sem tudja beállítani a magasságot, akkor azokkal a betongyűrűkkel állítják be a magasságot, ami ott van. Ez a nagy aknákról beszélek, hasonlóan a nagy aknákról. A kis aknáknak annak egyszerűen levágják. Tehát ebből a műanyagból, amikor ha nem tudják a magasságot beállítani, akkor túlépítik, és a megfelelő szintre levágják ezt a műanyagot. Egy flexel, ennyi. Tehát ez nagyon egyszerű, bár valamelyik bordánál levágják. És kész. És nagyon nem problémáznak vele. Ennyi. A tekercs csövek azok védőcsövek, a vízcsöveket, a gázcsöveket ebbe fűzik be, ezt úgy ilyen duct-nak hívják, ebbe fűzik be. Erről még talán ejtelek néhány szót, ezekről a betonelemekről, ezek az áthidalók, ahol azokon a részeken, ahol felépítik a lábazatot, és ki kell jönni a közműnek, oda fölé áthidaló betonelemeket kell rakni, valami limnek hívják, ami a tököm angolul, és azokat az áthidalókat teszik oda, és a két téglas vagy a blokk tégla fölé, és ott úgy hagynak egy nyílást, ahol kijönnek a csövek, bemennek a védőcsövek, stb. Általában így működik. Ennyit akartam erről így hirtelen elmondani. Nyuszika ott ugrál hátul, tele van egyébként a környék üregi nyulakkal. Ott ugrál egy hátra, nem tudom kamerával mennyire látni, vagyis most nem úgy képes, hogy nézelődik. Tele van a környék üregi nyulakkal, itt nagyon sok üregi nyúl van Angliában, és egészen lakóövezetekben belül is bemennek. Mezei nyúl közel nincs annyi. Üregi nyúl az mindenhol van. Az mindenhol van üregi nyúl. Mennyire látszik, ott egy ilyen barna folt a kerítés elem mellett az a távolban egy barna folt. Nem akar most ugrálni szerencsétlen, nem tudom miért nem. Nem tudom megijeszteni. Nem akar ugrálni. Na jó van. Akkor ne ugráljál. Thank you.
Moment. Moment. Let me. Moment, no. That. Yes. Yes, thank you. It's okay. Better.